Még amíg józan vagyok. Már hogy most miért nem eszel józan? Hát mert most kezdődik az ivászás, mert itt van kezdődik a pálinka. Hát ugye a szemedet nézve azért már, hogy... Hát ez a második pálasz már. Másfél, hát nem, nem, mert a lukornál ittam egyet, és aztán az még hozott a plé a törköiből is ittam. Hú, akkor az a harmadik. Ilyen hideg van, hogy kell valami fűtőérték. Nem ez honnan veszed? Honnan fogjuk megkérdezni? Természetes! Én nem mondtam, hogy nem kérdeztem meg! Ez milyen dudra? Mert nem, nincs megtörve az óra. Ez a 30-as. Milyen 30-as? Hát nem tudod milyen? 30-as is van. Még sose hallottam. Figyelj! Amit akkor alkottak, azt mi soha nem érjük utol annyilag se. Mert ez a 65-ösnek kéne lenni, és nincs megtörve az óra. Nem ilyen volt az oda, tudod, az ami volt az a makettő? Nem, mert annak elő le volt hajtva az óra. Azért, mert mindegyiknek megvan törve. Igen. A 65-ösöknek. Ezt még én nem ismerem, majd mindjárt a Vilmos megkérdezik. A szivacsunknál stabil, azon volt. A szív stabil motorként ott volt föl, targonszába is így van. Igen, ott van felfogadva. Szivacsús áramfejlesztő, meg a targoncában mindig van. Kiskardán az átalakítás után jó a csöpörév? Melyik? Hát ez 1-1-be, 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 3-5-es üvegében. Van neked ilyen? 3-5-es hátsó. Hát az is, ha már tetszik, mindig tárcsásra tesszük át. Hát, itt van nyúl, alsó néma, itt alsó héma vagy néma? Hogy van a... Igen, igen. Mindjárt mondom. Várjál! Nyúl, alsó néma. Nem értem rá vele foglalkozni, megcsináltam volna. Ha jó lesz. Hozattam egy szerszámot, Laci, hogy bontakozzon ki. Aha. Ő legalább tudja is, hogy tudom, mit csinál. Nem tudom, az izítógyártyákra szükségük van? Mert a biztos egy perc alatt kiégeti, ha gondolja. Rájuk? Egy kicsi vagyok, talán. Jobban pisztok. Ki nem tud esve beállítani egy adagolót. Hát olyan kicsikét, hadd vén fel a hangját. Feri! Halló! Kicsit. Kicsit. Na jöjjenek be, valamit tegyünk. De minden. Egész életemben azt mondom. Nagyon szerencsés.
Anti, elég húsz. Mi jövünk azért nem válik hátra. Jaj, 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 Kedves vendégeinket látom, kitartóak, mert itt nem is elég adjuntam, hogy az időben lennének, és akkor lementem, tehát hál' Istennek itt vannak. Na most a kolostort is megnézzük, vagy ezt nem? Azt szerintem szép lehet a kolostort. Tehát én néztem az előbb egy-két prospektusot, a hölgytől kértem, és nagyon jól nézhet ki, amit hát, ott mondom. Nem tudtak, jó, hát ez már az előbb dolga lesz. Azt utána majd megbeszéljük, és akkor megyünk. Mert a kolostor az egy másik téma ott mellett. Igen, értem. Igen, tehát ha gondolják meg, ha esetleg most még meg lehet látogatni, azt nem tudom. Jó. Ilyenkor este meg lehet látogatni, azt nem tudom. Meg lehet. Azt a... Megkérdeztem. Megkérdezik a portánászat, azt megmondják. Most ez a templom, amiben vagyunk, ez 1482-ben épült a Pálos szerzeteseknek. Pálosokról azt kell tudni, hogy a egyetlen magyar alapítású férférem, Boldog Őzsébe, esztergomi kanonok a tatárjárás után összegyűjtötte a kilisi remetéket, és hát egy szerzetes rendet alapított, belőle Remete rendet, és Remete Szent Pál lett elnevezve. Az ő szoba van. A végső, hát a most elég nehéz közeletemű rajta, mert hallasz, 17 szobor van, az a Pálosok idejéből való. Most tehát 1482-ben jöttek ide Pálosok, Sopron Bánfalvára, vagy Bandorfnak is mondjuk él németesen a nevét, és a templomot meg a kolostort építették. A kolostor a mai formájában az 1600-as évek elejéről való, a templom pedig látjuk, hogy a gótikus szentélyét, gótikus ablakokat, mert itt fönt is vannak nagy gótikus ablakok. A templomat 1482, és akkor a Pálosok, amikor először a törökök mentek Bécset ostromolni, a Mohácsi rész után, a 29-ben, 30-ban, akkor elmenekültek Bécsúj helyre. Ugye én egy Bécs is messze, közelebb van, mint Győr, meg Bécsúj hely sincs, és oda mentek a Pálosok, és 1600-as évek elején tértek vissza. Itt voltak 1786-ig, amikor második József feloszlatta őket, és akkor az történt, hogy a templom berendezését elárverezték, és üresen is ott raktának is használták a templomot, meg volt, amikor a kolostorban a Brandenburgi bányászoknak volt ilyen tiszti lakások, meg katonai kórháznak is szolgált, és az 1800-as években lett visszavásárolva a templom.
Majd 1892-ben kármelita apácák kerültek ide, ezért ezt a templomot így szokták mondani, hogy páros meg kármelita templom, meg a kolostor, és az, hogy páros és kármelita a kolostor, mert a kármelita apácák pedig nem máshonnét jöttek, mint Meyerlingből. Azt sincs, hogy nagyon messze, meg tudjuk, a Rudolf trónörökösnek volt a szégyenletes halál a Vecsere Máriában, és akkor azt mondta Ferenc József, hogy a legszigorúbb szerzetesek menjenek oda, engesztelésről imádkozni helyettük, és hát ahol vérben fagyva találták őket, ott lett később a kápolna oltára, és onnét 3 évre jöttek ide a kármét apácák. Férfi kármétát már régen voltak, a Győrben több, mint már 300 éve, meg hát a török előtt kármita nőverek is voltak, csak 1892-ben ide jöttek legelőször a kármita apácák. Eszterházy Ignácia volt a, úgy mondanánk, aki szorgalmazta, aki Eszterházy Móricznak volt a özvegy, de már özvegyként elmehetett apácaként. Tehát már várt meg összeg, meg ilyen, példaképpen, amit tisztes özvegy asszonyként elmehetett kármita apácának, és fiát szorgalmazta, jöjjenek ide kármita nővérek, jönnek Magyarországra, és egyébként ő Gannában eltemetve. Ez az Eszterházy Ignácia, az is a Eszterházyak egyik ágának ott van a temetkezési helye, Gannán, ez pápa mellett van. Érdekes templom, egy körtemplom, ritka Magyarországon. Mert sikerültek ide kármitenőnek, ők meg 1950-ig voltak, mert hát az akkor őket meg egy éjszaka kizsúpolták, terrautóra rakták, azt se tudták, hogy a gulágon kötnek egy itt. Hát nem pont a gulágon, de hát életük keresztbe lett törve, és a kármita nővérek újban megindultak, 89 körül Pécsett, és most magyar széken van a kármita apácák. És szépen vannak is, szép számban is vannak, mert az önálluk az a törvény, hogyha 22-nél több van, akkor újat kell alapítani, és úgy történt, hogy innét, ugye ide jöttek 1892-ben, innét alapították a szombathelyi kármelita zárdát, honnét pedig a Pécsét, de hát Pécsre mentek vissza, de ott meg a házukat annyira körül építették ilyen panellekkel, hogy hát szájukba lehetett látni, úgy mondhatnánk, hogy azt szokták mondani, amikor nagyon közel van építve valami, és ezért kimentek magyar székre, ez Pécs mellett van, és ott a magyar szék határában, a hegyoldalban, ott építettek új kolostort. Most ezt a templomot 1949-ben, meg 1950-ben festették. Azt is szoktam mondani, hogy 49-ben, meg 50-ben volt pénzünk templomot festeni. Pedig aztán már vannak azért, akiknek van egy kis fogalmuk 50-ről, nem? 50-es évekről. Vagy legalábbis hallottak, remélem hallottak róla. Ugyan ebben. Arról is kellene hallani, hogy mi történt 50-ben, meg az 50-es években. Tehát akkor 50-ben, ezt 49-ben, ezt az oltalt, ezt a másikat, meg 50-ben, és akkor amiért jöttek is, meg amiért különleges élmény is, meg különleges dolog is, hogy 1950-ben Básti Zoltán, aki a Felvidékről került ide Sopronba, ő vele festették ki a templomot, és itt majd ott fölmennek a kóruson. A kóruson, látja, akkor a kóruson azt a képet fogják látni. Ugye itt a Szűzanyával Mária van, másik oldalon Jézus Krisztus király, a 1950-ben akkori szentélynek a megnyitása, és a egyik oldalon itt majd fönt lesz Szent György, ugye, aki legyőzi a sárkányt, másik oldalon meg Szent Mihály főangyal, aki a sátánnak a legyőzője, és a 50-ben úgy festette fel ez a Básti Zoltán nevű művész, hogy a Szent Mihály legyőzi a sátánt, hogy a sátának a fizimiskája nem más, mint nem a Rákosi, hanem Sztálin. Ezért jöttünk ide. Tehát 1950-ben, mondom, hogy 50-ben, tehát nem. Sztálin még élt, mert 53-ban. De még utána se lehetett volna. Ismerés. 89-ig se lehetett volna nagyon, mert igen, megsértődtek volna, hogy... Tehát az, hogy 50-ben egy festő úgy merj megfesteni, hogy Szent Mihály legyőzze a sátát, hogy a Sztálin képében,
Na hát természetesen azt el kell mondani, hogy ezek nem volt nagy dobra verve, de azért tudták. Tehát azért tudta mindenki, de nem volt nagy dobra, és hát ez volt a szerencs, hogy senki nem bökte be a festőt, mert az másnap már nem látta volna meg az eget. Már még kirobott. Igen, hát az András 60-ban meg aztán lett volna a sorsa, de akkor is a Sztálinnak a uralma azért megtörhetett, hál' Isten, ha csak mi nem akarjuk konzerválni a kommunizmust. Hát ez is egy ha csak nem akarjuk a kis ördögöket, a kis sátánokat uralomra juttatni az egyedi szavazásra. Most is lehetne festeni egy kis sátánokat. Most is lehetne egy-kettőt, most is lehetne egy-kettőt. Van nálunk egy csöpnök. Na, csak a tudás hiányzik. Hát csak azt mondom, ha csak mi nem segítjük. Akkor most a kinyitom. Akkor tessék itt, hogy kinyitom, akkor föl lehet menni. És akkor a... Nem is annyi lépcső. Nem olyan sok lépcső, nem annyi dal. Jövök. Az 63 négyzetméter alapterületű. Itt bemegyünk, és a végén majd megmutatom, milyen mélység vagyunk, bemegyünk a hegy gyomrába. Ott már kb. 14 méter mélység vagyunk a felülethez képest. Mert itt fölöttünk mutatjuk föl a dombot, a templom felé, és mi az alap vagyunk befurkálva. Mi 1996-ban vettük meg ezt a halvetédet, amikor nagy eladások voltak, tehát mindenki. Akkor már béreltük, és nagyon drágálottuk a béleti díjat, mert 1000 forint volt napjában, tehát 360 ezer forintot 8 embernek kipengetni, nem biztos, hogy egyébként. És aztán adódott, hogy megvettük. Azóta már csak 540 ezer forintos adót fizettük utána a tanácsnak, úgyhogy nagyon jó jártunk vele. Nagyon jó jártunk vele. A 360 elcsegetünk 500. Ja, ja. De a milyen? Tehát nem személy szerint X-ért, hogy meg lehet nézni, akit érdekel. Tehát 8-an alapítottuk, ahol ennyi, a Kocsis János az már nem tulajdonos benne, hanem az átadta a kollégám egy mostoha gyerekének vagy unokájának, tehát az is már egy más név van. A többi név az azonos, és valamikor ez a borborát szövetkezett 25 taggal alakult, de most már csak ez a 80 benne. Tehát ott volt a vízválasztó, amikor azt mondták, hogy na most le kell tenni ennyi meg ennyi pénzt, a többi az, aki nem akart az. A pince 563 négyzetméter, ez úgy néz ki, hogy az elején van egy ilyen nagy terület, a legvégén ugyanígy nagy terület, és négy összekötő, hát folyosó, hogy nem tudom minek mondani. A pince már minden volt, a városok idején a pince volt, de volt ez már csendőrlapja, óhely, amit el tudtak képzelni, nem volt itt a háború, az emberek, aztán az áfész, mi áfész szakcsoport voltunk, addig mi nem lettünk kis szövetkel, az áfész az úgy vette bérbe mindig, hogy idényre bérbe vette, aztán visszaadta a magas bérlet idényre.
És aztán hát ugye mivel mi voltunk a jog, hogy mondjam, jogosultak, hát felajánlott a tanács nekünk is, és hát kisebb problémát. Tehát ezt telekérdezni, és a korporációk megtettek a kormányokat, tehát itt senkinek nincs külön. A négy állva, hát ebben nem nagyon visszatban, mert ez nem egy csepegi való az a kupolra. Nem baj, csak... Nincsenek. Más szempontból. Felítanak, az első idő az majd a végén megnézik, ahova leülünk. Tehát az, az egy áll. Az a lótár. Itt vannak a kis barelhordók, tehát a fahordók. És a legszélső ágnál ott pedig ilyen műanyag, henger a műanyag, aminek köralakú fedlap teteje van, amely fedlapot, amikor zár a jét, tehát hazamegy a gazda, akkor ilyen mindegy bicikli belsővel fel lehet fújni, és teljesen légmentesen tartja. Tehát teljesen mindegy a fahordóval szemben, hogy 10-20-at, vagy 50-et, vagy 200-at veszek ki, mert az ott zár a fahordót, másnap legkésőbb, harmadnap legkésőbb fel kell tölteni, tehát használhatatlan. Sokkal jobb benne arra, de eladás előtt, tehát amikor az van, hogy minden nap hozzányúlok, akkor ez az igazi, ezzel lehet úgy kezdeni. Tehát akkor ennek csak reduktív volt kezelése. Hát, nem úgy, hogy ilyen csúnyákat, nem vagyok innenből annyira szakember. Hát mi úgy csináljuk, hogy hány elka volt akkor. Micsoda? Mennyire? Minden borít kell zárni. Vagy olajjal. Üvegbe adok el, vagy ilyen PET palacba. Ott van, azt mindig úgy csinálom, hogy úgy jeleztem le a marmunkat, innen hordom marmunkarnál, úgy jeleztem le, hogy lehet, hogy kupos legyen a izében. Tehát amennyire lehet, és úgy csavarom rá, csavarom. Azt a hülye kocsmáros csinálja csak meg, hogy a tigelybe beleütik, mondjuk 10 liter, 20 liter, mindegy. Kiárosítja a felét, és akkor három napig ott áll magám, és akkor csodálkozik, hogy ezetes a borra. Hát semmit, sőt, csodálkozni való nincs, mert a bor az megeszentesedik, oxidál. Tehát mi erre nagyon vigyázunk, hát egyébként ez mindenhol a feltétel, a koncikter vagy bárkinél az van. Csak ugye most már mindenhol vannak ilyen műanyag tartályok is, mert ez a kezelhető. Tehát ez olyan, amivel lehet. Na most hozzáteszem ismételten, hogy a jó, a bornak a legjobb helye az a fahor. Ez be sem nincsen. De amikor hosszú távon ott kell legyen valahol, az fahordó kell, az időként hetente föltöltjük, hogy mindig légmentes legyen. De amikor előadásra kell, és minden a hanzi minden nap hozzányúl, mert hogy itt is mérti, meg otthon is. Most azt nem lehet, na hát, ha úgy gondolják, akkor gyújtunk fényeket, és bármennyik megnézzük az árukat, aztán majd inkább kérdeznek, mert én nagyon történész nem vagyok, hogy itt van a... Én még egyet azért elárulok, hogy itt a vizet és a szennyvizet már mi hoztuk be. És hát ugye, csak érdekességként, hogy már nem fogadunk segédmunkásokat, kimértük 3 méter üt egy pasasát, majd mi azt kifizék az orvosok. Hát uraim, vőbb fiam itt volt velem együtt, vér folyt a kezeinkből. Ez sziklára épült. Ez egy 3 méteres szakasz kivéve az szerencsére, hogy a gyerek húztak ki a neveket. Mindenki vért izzadott, mire a kívánt vénységet megcsinálta. Szóval ez eszméletlen. De most azért a pálosok előtt egy főbólítás, vagy hogy milyen főhajtás, vagy nem is a pálosok, hanem az sok rabszolgat ezt megcsinálta annak idején, hogy ez nem egy olyan rossz helyre épült, és sziklán áll. Ezt ebből tudjuk. És még lehet, hogy ilyen szerszámok sem voltak mindenki. Hát se, hát nem. Ilyen biztos volt, mert mi csákánnyal csináltuk. Nem ám ilyen tütő, fennéket, csákánnyal. Mondom, miért folytál, a vőmasz hazament, az ilyen fűszerekkel foglalkozik, 2 hétig nem tudott a műszert gyújni. Mondom, ez csak érdekességgel. Akkor tessék kérdezni nyugodtan, ha van kérdés. Ha nem, akkor megyünk tovább. Hát ennek története van. Itt nálunk vallásos népek laknak, és nem tudom mikor pontosan, mert én nem vagyok katolikus, a bort megszenteli a helyi plébános. És akkor, mikor, nem is tudom mikor, talán egy 3 hete vagy egy hónapja, akkor, mikor ez a borszentelés volt, ott volt egy kint egy asztal, és minden egy mintaüveg, akkor az összes hordó tetején gyertya volt állítva és égtek. Hát ez egy olyan szép hagyomány ezért.
Aztán azóta nem vitték el a gyertyákat, mert szépen mutassa. Sajmára szoktunk menni veterántartó találkozóra, a templomnál a pap felszenteli a gépeket is. No, hát, ja, hát itt meg a bort. A bort az több helyen is szokta, mert ezt Pannonhalmán is hallottam, hogy a borokat megszentelik. Na. Feri már az élen. Hát igen, volt egy ilyen 1000 méteres pincém.